Tisztelt államtitkár úr! A kormány az elmúlt években egy forinttal sem emelte a közgyógyellátás mértékét. A költségvetésben erre szánt összegek mintegy 17 milliárd forint évről évre csökkent. Én, ahogy számolom, durván olyan 20%-os csökkenésről van szó a szociálisan rászoruló betegek gyógyszereinek állami támogatására. A múlt évben már csak 14 milliárd forintot fordított a kormány, 3 milliárddal, ahogy mondtam, kevesebbet, miközben százezrek élnek a létminimum alatt. Hallottuk itt a napirend előtti felszólalásban, hogy közel 2 millió nyugdíjasnak nem éri el a nyugdíja 100 ezer forintot. A teljes költségvetési sor azért is csökkenhetett, mert a kormány 2015-ben megszüntetett több segéllyel együtt olyan ellátási formákat, amelybe tett a méltányossági ápolási díj. Köztudomású, hogy ezt a települési önkormányzatok a méltányossági ápolási díjjal és egyéb támogatásokkal együtt adhatta a rászoruló embereknek. Csak ezzel az egy lépéssel több tízezer embernek vette el a támogatását a kormány. Jövőre sem emelkedik az ellátási összeg, csupán annyit tesznek, hogy a választás évében 5%-kal emelik meg a támogatás jövedelem küszöbét, tehát azt a határt, ami alatt valaki jogosult lehet a támogatásra. Tehát itt egy kicsivel többet juttatnak, de az ellátás nem lesz magasabb. Néhányan ugyan kaphatnak olyanok is ellátást, akik előtte éppen a jövedelem küszöb miatt estek ki. Az ápolási díj ugyan kismértékben emelkedett, de messze nem éri el az összeget, amit a sokszor 24 órás gondozás elismeréseként megilletni az ápolást végző személyeket. Egy idős ember bentlakásos otthonban való ellátása még mindig jóval több támogatást kap, mint a otthon való ápolás. Nem értjük, hogy a Fidesz, amelyik ellenzékben olyan harcosan kiállt az otthonukban ápolást, gondozást végzők érdekeiért, kormányra kerülve miért nem tett érdemi lépéseket. Nem sikerült semmilyen módon megoldani a foglalkoztatási kérdéseket, és az anyagi dolgokban is csak apró lépések történtek, miközben folyamatosan emelkedik az érintettek száma. Éppen ezért kérdezem, hogy miért nem emelik végre a közgyógyellátás összegét, kérdezem továbbá, hogy miért nem kapnak végre érdemi anyagi elismerést szeretteiket otthonukban ápoló családtagok, miért nem kapnak több támogatást a szegénységben élő idősek, és a gazdasági növekedésből miért nem jut több a beteg rászoruló emberek támogatására. Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, az interpellációra Rétvári Bence államtitkár úr válaszol. Ön a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. A Magyar Szocialista Párt ma egy tematikus napot tart, és a képviselői felszólásról felszólásra egy-egy szociális kérdést vesznek elő. Elvileg azt mutatván, hogy a Szocialista Pártnak fontosak a szociális kérdések. De tisztelt képviselő úr, szerintem fejből fel tudja sorolni, kik azok a szocialista képviselőtársaik ezt hallgatják, hiszen összesen 3 darab szocialista képviselő van, aki ezen a tematikus napon, amikor önök minden erejüket a szociális kérdéseknek az előtérbe helyezésére fordítják, és igyekeznek felszólalni a nehéz helyzetben levő emberek érdekében, most 3 képviselőtársa maradt bent itt a parlamentben, hogy meghallgassa ezeket a felszólásokat. Nem tudom, hogy a későbbiekre lehet, bocsánat, 4, elnézést, óriási különbség, képviselő, 4-en hallgatják önt. Ez is mutatja, hogy a Szocialista Párt mennyire veszi ezt komolyan. Körülbelül annyira, mint amikor az idősek iránti tiszteletből mondta nyilvánvalóan Gyurcsány Ferenc, meg a nők iránti tiszteletből, hogy az öregecskedő feleségeket szeretnék lecserélni. Tisztelt képviselő úr, emlékezzünk, amikor 2007-ben az önnevéhez köthetően 100 000 forintos normatíva csökkentést kellett minden idős embernek elszenvedni, aki kiemelt szociális intézményben volt, a többieknek csak 30 ezeret, idézőjelben csak, és erről azt nyilatkozta, hogy nem kell minden embernek, miután megöregedett, automatikusan idősek otthonába kerülni, ha valaki akarja, a szomszédai vagy a barátai ápolják, akkor a Szocialista Párt politikusaként ilyen együttérző nyilatkozatot tett. Emlékezhetünk, hogy az idős emberek, vagy a szociálisan rászoruló emberek mit kaptak a szocialistáktól. Kaptak megszorításokat, megszorításokat és megszorításokat, mert mindig egy-két évente, amikor Gyurcsány Ferenc egy-egy újabb programot hirdetett, abból bizony csak megszorítás lett. Ezért nőtt talán 250 ezer fővel a munkanélkülieknek is a száma, így téve ki még plusz 250 ezer embert a szegénység kockázatának.
Ismételten felhívom az ön figyelmét is, mint hogy képviselőtársait is felhívtam pár perccel ezelőtt, hogy a házi segítségnyújtásban résztvevő gondozottaknak és gondozóknak a száma az nem csökkent, hanem nőtt. 40%-kal több ember részesül ma házi segítségnyújtásban, mint amennyi 2010-ben részesült, és dupla annyi dolgozó, dupla annyi alkalmazott segíti őket, segíti az ő ellátásukat, mint korábban. Tehát itt bővült mind az ellátóknak, mind az ellátottaknak a köre, tehát a szolgáltatás vagy közszolgálat itt is magasabb színvonalú. Arra is emlékezhetünk, amikor 2009. május 11-én ön is, és képviselőtársa is minden idős embertől elvettek egy havi nyugdíjat, akkor vagy a szociális érzékenységük nem szólalt meg, megkapták az utasítást Brüsszelből, egyrésztről az Európai Bizottságtól, másrészt az IMF-től és a Világbanktól, abban a pillanatban el is vették ezt az egyhavi nyugdíjat. De nem remegett meg akkor sem a kezük, amikor be kellett zárni a Svábhegyi Gyermekkórházat, amikor be kellett zárni az Országos Pszichiátria és Neurológia Intézetet, amikor be kellett zárni a Szabolcs utcai kórházat, vagy amikor be kellett zárni a Söpmérei kórházat és az anyavédelmi központot. Ez része volt annak 600 milliárd forintnak, ami az egészségből kivonva pontosan a leginkább rászoruló emberektől vettek el, akik pedig ott maradtak, ott dolgoztak, bár igaz, hogy 16 ezer kevesebb ágyon, 6 ezer kevesebb alkalmazott, de még a maradék alkalmazottaktól is elvettek egy havi bért. Önök a gyógyszertámogatási rendszerből, amely a leginkább rászorulókat segíteni, 60 milliárd forintot vettek el. Mi a vaklicit rendszerének bevezetésével azt értük el, hogy az idei évben például 349 készítménynek, gyógyszernek átlagosan 1111 forinttal csökken az ára. Növeltük azt, amit gyógyszertámogatásra fordítunk az elmúlt 2-3 évben, és mindemellett érezhetően csökkentek is a gyógyszerárak a vaklicit, mint eljárás következtében. Közgyógyellátás, mint ön is tudja, tisztelt képviselő, természetben nyújtott ellátás, és az elmúlt évek gazdasági eredményére lehetővé tette, hogy az ellátás megalapításán a vizsgálandó egyfőre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéről annak 105%-ára, az egyedül élő esetén pedig 150%-ról 155%-ra növekszik, ezzel is javítva a közgyógyellátottak helyzetét. Köszönöm szépen. Titkári választ, önnél szó. Szeretném előre bocsájtani, hogy nem fogadom el a válaszát. Államtitkár úr, egyszer magyarázza már meg. Itt van egy mai hír. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nyilatkozata szerint rekordszámú rászoruló a szociális várólistán. Hogy a Szűzmáriában van az, hogy ön itt dicshimnuszokat zengedezik, és az önök egyik intézményének főigazgatója pedig azt mondja, hogy rekordszámú rászoruló a szociális várólistán. Államtitkár úr, két dologra nem válaszolt. Miért nem emelik a közgyógyellátás összegét, és miért nem kapnak nagyobb támogatást a szeretteiket otthonukban ápoló gondozók? Én azt látom, hogy hamarabb adnak stadionra, akár Szlovákiába is pénzt, hamarabb támogatnak egy erdélyi jégkorongcsapatot, hamarabb építenek Vietnámba kórházat, mint hogy a rászoruló embereket támogatnak. Nem fogadom el a válaszát. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Képviselő úr nem fogadta el az államtitkári választ. Kérdezem önöket, elfogadják-e azt? Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés az államtitkári választ 106 igen, 25 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! Hegedűs Lóránt néha jobb.